Sziasztok, akkor üdvözlök innen mindenkit Soltól, Solti vasútállomáson vagyunk, ahol ugye 2007 vagy 2009 óta, ezt pontosan nem tudom, de menetrend szerinti vonatok nem állnak meg. Viszont tehervonatok azok járnak erre, és a nyomokból ítélve néztem a sileket, hogy azért még fényesek, de nem meg is mutatom nektek. És itt vagyunk az állomás épület előtt, és egy hatalmas nagy szél van. De az épület az még egész van, és szerintem az emeleti részét lakják is. Ezt amíg elmutatom nektek, és akkor nem tudom, hogy miből következtetek erre. Na, szóval itt van maga az épület, ez az állomás épület, csak szerintem egy kicsit másik irányba fog fordulni, még a szélzaj nagyon bezavar. Itt van még egy melléképület is, ez volt régebben a WC, hát ez most OSB lakban le van zárva, meg egy az oda vezető utat. És itt a földszinten itt volt a váróterem, meg a forgalmi iroda. Az emelet événti meg valószínűleg régebben is szolgálati lakás volt. És ebből van a kazánház. Szerintem ez meg a gáz. Szerintem itt a gázóra van ebben a szekrényben, de azt most nem piszkálom, hogy galás legyen benne. Meg egyébként is, minek? Hát... ez volt a váróterem, hát néhány. És valamelyiket még kézzel valaki odaírta. Hát igen, itt volt egy M betű, amit már elloptak. De valaki ide írta, vagy csak a nyoma látszik még, itt pedig egy V betű volt, amit elloptak. Mindegy, de egyébként zárva van, nem lehet bemenni. Az ablakon egyébként majd a túloldalba fogunk nézni. Sajnos ez a szolgálati lakás bejárata. A villanyóra szekrény az látszik, és az egyik villanyóra, ez a régi fekete ganz, ez még forog. Tehát itt maga biztosítóka fel a kapcsolat, az áramot használják. Ez valószínűleg egy éjszakai áramos óra. Meg itt van egy digitális is. Jó, hát hogy most melyik használ, vagy most melyik ne. Viszont ez nagyon régi, ez a régi fekete ganz villanyóra. Ilyen még nálunk is volt régebben, ameddig nem cserélték digitálisra. Ez a legrégebbi fajta. Ez már egy picivel újabb, de még mindig nem digitális, hanem analóg. Nézzétek, csak forog ez azért. Tehát mondom, hogy az államot azért használják. Tehát valószínűleg itt még loptak meg. Meg az egyik emeleti ablak is nyitva van. Hát ez pedig itt... Szerintem ez egy ilyen légó állás lehetett, vagy nem tudom. Tehát itt pont kilóg a... Javán nem. Bár szerintem annak nézem, mert... Ezen a lukon pont kifér egy puska. Puskacső, tehát ez lehet, hogy valami légvédelmi. Egy légvédelmi, nem csak ilyen sima védelmi állás lehet. Tehát itt ül benne a katona, aztán innen hesszelt jön az ellenség. És a kiszolgáló létesítmények közül van itt még egy régi, ez egy kék kút. Hát igazából nem kút ez, hanem rendes vízcsap, de annak hívják, ez a köznapi neve, és ez működik, figyeljétek. Itt legalább én is fel tudom tölteni a magammal hozott vett palackot vízzel. Van itt még mellette egy kisebb őrhely is, ami nem tűnik lakottnak. És hát itt van maga az állomás a vágányokkal. Van egy rakodóvágány, és valószínűleg ott a háttérben a rakodó. Tehát szerintem ezt még használják oda. Most kamionokkal holdják az árut, aztán majd jön érte egy kiszolgáló tehervonat is elviszi. Hát ez meg maga a vágányok felől az állomás épület. Kicsit mindjárt közelebb még is a néptáros látszik, és szerintem az emeleti részt azt lakják. Nem találtam itt senkit, valószínűleg nincsenek itt van, de lakják. És hát ez szokásos. Hát eddig, tehát ezt a részét, ha nézzétek, ez egy szabványos állomás épület, és utána és ez pedig a toldás hozzá. Ez később építették ott hozzá. Ez a szabványos, nem is tudom, valami 7 magyarik szabványú állomás épület volt. Szóval a lakással, és a váróteremet az udvarnak toldották hozzá, és ott volt a forgalmi iroda. Az ott a váróterem, az pedig ott egy ilyen toldás. Hogy pontosan mi volt, azt nem tudom, lehet, hogy áruraktál, vagy bármi lehetett. Közelebbről megnézzük. Egyébként van itt egy emléktábla is. A Kunszert Miklós Dunapatai vasútvonal megnyitásának 100. évfordulója alkalmából itt van. 2002-ben állították ezt az emléktáblát. És itt van a váróterem. Hát nem tudom, mennyi látszik így belőle, szerintem semmi. De hirdetményt azt nem találtam kint, hogy mióta nincs itt személyszállítás. De én úgy emlékszem, hogy az első körös volt, tehát 2007. március 4 óta. Egyébként itt ennyi hirdetmény van, hogy a vonaton már nem adnak számlát 2006. november 15-től. Ide meg nem tudunk benézni, mert ott a függöny, de talán a másik oldalt még sikerülni fog. Nem.
Úgyhogy itt nem tudjuk, hogy mi van itt, de szerintem ez egy lakó helyiség lehetett. Itt van egy ajtó. Uh-huh. És jöttem, és ez volt a forgalmi oda, tehát itt még lehet, hogy a vízvelből még van valami, és biztos, hogy nincs nyitva. Aha, hát persze, hogy nincs nyitva, viszont hát nem tudom, hogy itt van-e forgalmi szolgálat akkor, amikor tehervonat jön, szerintem nem, hanem megkapják a váltó kulcsait, aztán vonat szemétet, aztán itt megoldják ő maguknak, és telefonon meg kérnek engedélyt a menetre. Hát egyébként ott nézed, meg ott még kibontott betonaljak is vannak. Ott pedig egy rakáskeresztábla. Az igen. Minden van itt. És szerintem itt a... Hát ott a lakodóvágány, az megint más. Egyébként arrafele van Dunapataj, a másik irány pedig Kunszter Miklós, én most Kunszter Miklós fele fogok menni. Már most nem, hát vonalbejárás is lesz valameddig, tehát nem a következő állomásig elmegyek, de igazából nem ezért jöttem, más miatt, azt majd egy külön videóba az is be lesz mutatva, de ha már úgy is itt vagyok, meg hát egyébként sem lehet másképp oda eljutni, úgyhogy már megyünk a sineken, legalább nem tévedünk el. Akkor a Solti vasút állomás bemutatása az körülbelül ennyi lett volna. Most próbálom úgy tartani, hogy a szélzaj ne zavarjon be, de nem tudom, szerintem egyébként rossz idő nincsen, csak a szél fúj. Ez ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, majd nézzetek a többi videómat is, és mondtam még, amíg a következő, aztán apostan lesz a következő, hogy olyan hasonló ilyen nevű állomás lesz, majd egy kicsit arrébb, hát ott hát menjünk tovább, mondjuk, hogy pont ilyen látjátok, mert akkor, de ott egyenesen tovább, és következő állomásig biztos el fogok menni szerintem. Úgyhogy akkor majd addig. Hát nyilván lesz arról is videó, de akkor ez a vasútállomás, ez most legyen ennyi, és akkor hát ezt köszönöm, hogy ezt megnéztétek, akkor sziasztok, és lehet lájkolni, diszlájkolni, tudjátok, és hát várom a következőt, hogy közben adok, hogy ne fogja az ember volt a szél, de...